Számos elvárást és feladatot támaszt felénk karácsonnyal kapcsolatban napjaink fogyasztói társadalma. Az ajándékvásárlási rohamban sokan épp csak azt felejtik el átgondolni, mi is az ünnep valódi üzenete, és miről is kellene igazán szólnia. Köszöntöm a stúdióban Kocsis Dániel, görögkatolikus egyetemi lelkészt, jó estét kívánok! Nagyon sokat beszélnek arról, és magunk is tapasztaljuk, hogy egyre több feszültséget okoz a karácsony közelette. Miközben ennek éppen a megnyugvásról és az örömhírről kellene szólnia. Igen, de ez pontosan azért van talán, mert mindenki nagyon akar egy gyönyörű karácsonyt, egy meghitt békés, egy tökéletes, ideális, idilli hangulatú karácsonyt, és itt talán elvész az a cél, elfelejtkezünk arról a sok teendő, ami ilyenkor megszületik a fejünkben, úgy elhomályosítja azt, hogy miért is csináljuk, miért is rohanunk, miért is akarunk mi ilyen szép karácsonyt. Azért, mert a szeretteinket akarjuk boldoggá tenni. És jó tisztázni magunkban karácsony előtt, hogy mi az a boldogság. Hogy tényleg a boldogság az a másik ember élete az én életemben, hogy egymásé vagyunk, hogy egymásról gondoskodunk, és ez a leginkább úgy fejezhető ki, hogyha én vagyok ott a másik számára. Van az a már elcsépeltnek tűnő mondás, hogy igazából nem az számít, hogy mi van a karácsonyfa alatt, hanem hogy kik vannak körülötte, és ez nagyon igaz. Én szeretem az ilyen elcsépeltnek tűnő mondásokat, mert az mind-mind olyan nagyon nagy igazság, amit nem csak az eszünk, hanem a lelkünk fogalmaz meg inkább, és hogyha ezt megtartjuk, akkor igazán boldog lesz a karácsony, mert akkor odaéghet a pulyka, akkor nem biztos, hogy a díszítés úgy sikerül, ahogy szeretnénk, vagy bármi közbe jöhet, de tudni fogjuk, hogy most ez miért is történik, hogy ez rólunk szól, hogy egymáséi vagyunk, és ez az igazi boldogság, és ezt mindenkinek jó lenne megtalálni. De talán arra is vonatkozik ez a tökéletességre való törekvés, illetve a tökéletesség elvárása, hogy a másik embert szeretném tökéletesnek tudni vagy látni. Ezért aztán ez a hibakereső üzemmód, ez nagyon működik nálunk. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy számomra van egy tökéletes másik, és én úgy szeretném, hogyha ő úgy lenne tökéletes, ahogy én akarom, de ez nem így van. És a karácsonynak az igazi öröme, az igazi boldogság az pontosan abban rejlik, hogy azt is elfogadom, és azt is értékként élem meg, ami a másikban számomra egy kicsit nehézkes. Akárki, akármit mond, karácsonykor mindenki egy kicsit jobb, legalábbis jobb szeretne lenni, és amikor az ember jobb akar lenni, akkor rádöbben arra, hogy az igazi jóság az abban rejlik, ott van az eszenciája, ha szabad ilyen idegen kifejezést is használnom, hogy le tudok mondani magamról. A lemondás és az önös érdekeknek a úgy mondom, hogy felülírása az nagyon fontos ahhoz, hogy az igazi, valós élettel úgy találkozzunk, hogy ezt értékelni tudjuk, mert hazugság azt mondani, hogy van tökéletes világ, nincs. Tökéletes az egyedül az Isten, aki karácsonykor megmutatja számunkra, hogy mi is képesek vagyunk a tökéletességre való törekvésre. És hogyha ezt tesszük, akkor úgy gondolom, hogy minden, ami emberi, az háttérbe szorul, és az igazi, a lelki, az a szellemi érték jön elő, ami karácsonynak az igazi érték, amiből a karácsony megszületett, hiszen azt sem szabad elfelejteni, hogy a karácsonynak az alapvető üzenete az, hogy az Isten emberi élet, hogy a tökéletes létező, a tökéletes lény a tökéletlen embernek az alakját vette fel, hogy az első volt, aki a jót elkezdte. Karácsonykor a jót kell elkezdenünk, mert hogyha van, aki elkezdje a jót, akkor lesz is, aki befejezze is. És ez az a öröm, ez az a üzenet, ami úgy gondolom, hogy azoknak az embereknek is a szívét megmozgatja egy kicsit, akik a nagy rohanásban képesek, vagy hajlandók, vagy hajlamosak elfeledkezni arról, hogy miért is akarják olyan szívre a karácsonyt. És talán mi magunk is meg akarjuk élni a jóságot, illetve a saját jóságunkat. Ezért aztán az adhatás élménye, az adás élménye előtérbe szorul. Milyen a jó ajándék? A jó ajándék az, én úgy gondolom, hogy az szívből jövő. Ez is olyan elcsépeltnek tűnhet, mint az a
mondás, hogy jobb adni, mint kapni. Ugye karácsonykor ezt mindenki átéli, mert szerintem mindenki jobban izgul akkor, amikor az ő ajándékát bontja ki a szeretett személy, mint akkor, amikor ő a sajátját. Mert tényleg, amikor ki tudom fejezni azt, ami én vagyok, és a másiknak ezzel örömet okozok, az annál nincs jobb érzés. És pontosan ezért nagyon fontos az, hogy önmagunkat adjuk ajándékba a másiknak karácsonykor. Az Isten sem valakit küldött, vagy valamit adott nekünk karácsony szent éjjelén, hanem önmagát adta. Felfoghatóvá, megérthetővé, emberivé lett, önmagát nekünk adta, és erre hív bennünket is, hogy karácsonykor adjuk magunkat a másiknak. Ne sajnáljuk az időt, ne sajnáljuk az energiát, ne sajnáljunk semmit azért, hogy a másiknak személyesen adjuk magunkat. És az lesz a legnagyobb öröm, amikor összejön a család. Amikor a szeretteinkkel valóban le tudunk ülni az asztal köré, vagy a fa köré összegyűlünk énekelni, és érezzük, hogy annál többet úgysem tudunk, annál szentebbet, értékesebbet nem vagyunk képesek adni, amik mi vagyunk, hiszen mi önmagunk vagyunk a legértékesebbek. És ezt jó felismerni, ezt jó megismerni, erre jó rádöbbenni karácsonykor. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az ideális, a tökéletes ajándék azok mi vagyunk, és ezt tudjuk adni. Hiány és minden más nélkül, mert mi vagyunk, és ezt adjuk ajándékba. Említette a jobb adni, mint kapni mondást. Ugyanakkor érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy nagyon nehéz annak adni, aki nem tud elfogadni. Hát igen, és itt van ugye az a titok, itt van az a különlegessége az életünknek, hogy mennyire vágyunk a szeretetre, mennyire vágyunk arra sok jóra, anyagi, szellemi, lelki jóságra, ami ugye az életünket meghatározza, és amikor ott vagyunk előtte, akkor mégsem, valahogy nem jut el hozzánk, nem akarjuk elhinni, vagy nem akarjuk elfogadni, hogy velünk történhet jó. A karácsonynak az is, sőt, én úgy gondolom, hogy az a legfontosabb üzenete, hogy higgyük el, hogy szeretetre méltóak vagyunk, hogy értékes az életünk, hogy valakinek mi jelentünk mindent, hogy a családban és minden olyan helyen, ahol meg kell élnünk a hétköznapjainkat, ott mi a legtöbb értéket képviseljük. És hogyha ezt tudatosítjuk, hogyha ezt átéljük, megérezzük, akkor úgy gondolom, hogy az a hiba, hogy nem fogadom el, vagy nem tartom magam alkalmasnak arra, hogy én ajándékot kapjak, akár a legnagyobb ajándékot, a másik ember életét, ez kiküszöbölhető. És elfogadom azt, hogy igenis én értékes vagyok, mert a karácsonyban ez is igazán egy nagyon fontos üzenet, hogy értékes az élet. Minden élet az én életem is ugyanolyan tökéletes és szent, mint bárki másé. Merre tart ma a civilizált ember ezen a téren? Én kimerem mondani azt, hogy egy hosszú lejtmenet után most elindultunk felfelé. Annyi minden szívmelengető és tényleg gyönyörű dolog történt az elmúlt időszakban, ugye a két kis beteg gyermeknek a gyűjtések, és nagyon-nagyon sok, én szerencsés helyzetben vagyok, hiszen az egyházon keresztül sok pozitívat is megláthatok, de nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy az emberek most már rádöbbentek arra, hogy a másikra nagyon oda kell figyelni, mert különben az a társadalom, az a közeg, ahol én is létezem, ahol a hétköznapjaimban élnem kell, az azon is múlik, hogy hogyan fordulunk a másik irányába. Tehát, vagyis hiába gyűjtögetjük magunk köré az értékesebbnél értékesebb tárgyakat. Úgyse fogjuk tudni kire költeni, csak magunkra az meg ugye nem lesz elég sosem. És az adakozás az nem véletlenül kerül előtérbe az ember életében ezekben az időszakokban, amikor a szeretetnek az ünnepére készülünk, és mondjuk ki az adventi időszakban nem véletlen az, hogy az emberek adakozó kedve megnő, mert rádöbbenünk arra az örök igazságra, hogy az ember arra teremtetett, azért vagyunk a világban, hogy közösségben éljünk, és felelősek vagyunk azért a közösségért, aminek a tagjai vagyunk, és boldogabbak is leszünk abban a közösségben, ahol kevesebb a baj. Mert ha összefogunk, és a bajokat megpróbáljuk közös erővel legyőzni, akkor egy boldogabb társadalomnak, egy boldogabb közösségnek leszünk mi is a boldogabb tagjai. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy pozitívan nézhetjük
azokat a tendenciákat, amik most elindultak, és hát én reménykedem abban, sőt biztos vagyok abban, hogy ezt megérezve az ember kinyitja a szívét, nem csak karácsonykor, hanem ugye, ahogy a karácsonyi énekben is van, megismerhetjük azt, hogy minden nap lehet karácsony, mert hogyha a karácsony igazi értékével találkozunk, akkor rájövünk arra is, hogy minden napot karácsonnyá varázsolhatunk az életünkben. Erre van szükségünk. Pontosan. Áldott szép karácsonyt kívánok. Nagyon szépen. Köszönöm szépen, hogy te fáradt hozzánk.